végül is nem beszéltünk semmi másról, csak amit itt egy hete elmondtam a sajtótájékoztatón, hogy eldönthetjük, hogy sajnáltatjuk magunkat, vagy pedig még többet megpróbálunk hozzárakni személyenként a csapatnak az egészéhez, és akkor én azt gondolom, hogy nagy dolgokra is még képesek lehetünk, tehát van bennünk még mindig tartalék. Isten igazából ez ma meg is mutatkozott, tehát nagyon nagy szívvel és nagyon-nagyon összeszedetten játszottunk, valamint a közönségünk az, ha lehet ilyet mondani, tehát még nagyobb segítséget adott, mint az eddigiekben, tehát ebbe a félelmetes hangulatban azért nem lehet itt megtörni, meg nem lehet nem jól játszani, nem teljes odaadással is hittel. Igazából az első fél időben azért tudott a Krim vezetni, mert nem jól oldottuk meg a védekezésünket, természetesen elő is hibázgattunk, de tehát az azért most ebben a pillanatnyi Fradiba ez inkább benne van. Tehát ha azt nézem, hogy hol van több lehetőség, akkor feltétlenül hátul. Azért csak azt mondom továbbra is, hogy ez a második fél idei védekezés, ahol 5 góllal tudtuk megverni a második fél időben ezt a csapatot, tehát, és az mindenképpen a védekezés volt az elsődleges, ami kellett. Sokkal nagyobb hittel, sokkal agresszívabban álltunk neki a második fél időnek védekezésbe, és ebből azért könnyebb volt elő is a dolgunk. Itt az utolsó időkérésnél arra is felhívtad a lányok figyelmét, hogy a gólkülönbségre figyeljenek, mert számíthat nyilvánvalóan a csoport elsőség szempontjából. Azért hívtam föl rá a figyelmet, mert azért tehát a fáradtság az már nagyon érződött a játékunkon, még akkor is, hogyha másfél perc volt csak hátra, tehát nem sok, és nem szerettem volna egy olyan végjátékba belemenni, mint adott esetben Vilcsánba, ahol azért magunknak tettük nehézé. Nyilván, tehát itt már 4 gól, másfél perc, erről nem lehetett volna szó, de amikor tudunk nyerni 4 góllal, tehát akkor próbáljuk meg azt megtartani, tehát ne könnyen tudjuk el itt a dolgokat, hanem figyeljünk oda. Aztán végül is még egy hetes sikerült a Jubilának hibáznia, de megmaradt ez a 4 gól közte. Úgyhogy a csoportelsőségről én nem kívánok nyilatkozni olyan mértékben, hogy itt csoportelsőség vagy továbbjutás, mert azt gondolom, hogy mind a kettőhöz ugyanaz kell. Tehát a Vilcsának a legyőzése itthon. Amennyiben az megvan, akkor nagyon nagyot léphetünk a csoportelsőség felé. Amennyiben az nincs meg, akkor még a továbbjutás is veszélyben lehet, sőt, nagy valószínűsége veszélyben is lesz. Szerda délután fogunk legközelebb edzeni, tehát igazából pihenje mindenki. Én egy darab önálló futást kértem, ezt ők pontosan tudják, hogy mit jelent. Nyilván ellenőrizni nem fogom, nem is fogok utána nyomozni, de azért bízom benne, hogy meg fogják csinálni. Én azt gondolom, hogy akkor most a leterheltségünk, hogy ez bőven bele kell, hogy férjen. Ráadásul, tehát itt azért a regeneráció az nagyon fontos. Tehát nem csak a pihenés szempontjából, hanem azért a kisebb sérülések, húzódások, zúzódásoknak a kipihenése, azért ez nem mindegy, hogy megtörténik-e vagy sem. Tippelj, totóz és játsz a 6-3.hu tippligáiban, ahol hetente több 100 000 forint kerül kiosztásra.